Sziasztok, Clash of Jamats! Köszöntök mindenkit egy újabb videóban, és most arra fog nektek beszélni, hogy mit is fejleszünk először a Town Hall 8-as szinten. És kicsit láthatjátok, hogy nem olyan a videó felbontása, mint szokott lenni, illetve nem a felbontás, hanem az arányok, ugyanis majd most az iPad-emről rögzítem a videót, ugyanis a telefonon valamiért most nem lehet átlépni a különböző Game Center akkuntokba, valami globális probléma van, és az iPad-en már ez volt bejelentkező, úgyhogy igazából ezért kényszerültem arra, hogy így készítsem el a videót, viszont így is jó minőség és így is élvezhető, úgyhogy szerintem ez nem egy nagy probléma. A lényeg pedig az lenne, hogy hát mit is fejlesztünk először ugye Town Hall 8-es szinten. Hát kezdjük el azzal, hogy kapunk új cuccokat, tehát kapunk egy harmadik Teslát, egy harmadik érdefenzet, ja nem, az most már TL7-től van, bocsánat, régi megszokás. Szóval kapunk azt hiszem 2 darab Archer Tavert, Canont, egy új Wizard Tavert mindenféleképpen kapunk. Fú, nem emlékszem, hogy van-e TL7-en már Sweeper, de lehet, hogy Sweepert is kapunk új trappeket, kapunk új mortárt, az biztos. Szóval egy csomó mindent kapunk. Úgyhogy igazániból az első feladatunk minden távol szinten az, hogy ezeket a dolgokat egyből felhúzzuk arra a szintre, amin ugye az előző távol szinten lévő defenseink vannak, tehát húzzuk fel 8-as az Archer távöröket, a Wizard távöröket, ugye nem 6-os, hanem 4-es azt hiszem. És a közelben azt kell tudni, hogy távol 8-an minden kettő szintet lehet fejleszteni, majdnem mindenen, illetve jó, az érdefenzen nem, de nagyon sok mindenen kettő szintet lehet fejleszteni, ami viszonylag sok idő ahhoz képest. Tehát olyan relatív a Town Hall 7-hez képest sokkal több idő. Viszont, amit nagyon-nagyon fontos megemlítenem, hogy ugye új spellt nem kapunk a Spell Factory-ban, ugyanis Town Hall 7-en is már elérhető ugye természetesen a Raid Spell, viszont megkapjuk a Dark Spell Factory-t, amit TL8-tal elérhető, ezt minél hamarabb húzzátok fel kettesre. Ugyanis ez nagyon-nagyon fontos, hogy legyen földrengésetek, ugyanis ugye az OP-saris támadáshoz ez elengedhetetlen. És hát akkor bele is mennék abba, hogy mit is érdemes először fejleszteni Town Hall 8-as szinten. Amit még nagyon-nagyon az elején fejleszthetek, az initiátok el egyből a labort. És a laborban lévő upgrade-ek nagyon-nagyon-nagyon sok minden van, és ez nagyon-nagyon-nagyon sok idő kell igazániból. Nem is drágák annyira például az elixíres fejlesztések, viszont sok van belőle és sok idő, szóval a labort mindenféleképpen a legeslegelején indítsátok el, és ugye közben húzzátok fel azokat a defense-eknek a szintjeit, amit újakat kaptatok. És miután ez megtörtént, a labor, igazából még először kimennék, az a támadás felülete magának a Town Hall szinten. Ugyanis TL8-on már nagyon-nagyon fontos, hogy milyen egységeink vannak, és most már többféle lehetőségünk is van, igazából sokkal több és színesebb a támadásra, főleg Clan Warban. És igazániból nagyon sokan azt hiszik, hogy ők akkor jók, hogyha a védekezettségeiket nagyon-nagyon magas szintre húzzák, de nem, ugyanis ez a játéknak az a része a védekezés, amihez mi nem szólhatunk bele, megépítünk egy bázist, vannak bizonyos fejlettségű védekezettségeink, falaink, stb. És ugye védekezni kell, viszont amit mi produkálunk a játékba, az ugyanis támadókatonák kellenek, és az támadókatonák szintjei nagyon nem mindegy. Szóval mit is fejlesztünk először, miután kész van a labor? Nos, nagyon-nagyon sokan belesnek abba a hibába, hogy kész a Town Hall, kész a labor, és egyből felhúzzák a Barbárt Archert 5-ös szintűre. Ugyanis hát akkor jó, erősebb, jobban lehet vele farmolni. Igen, ez igaz, erősebb, jobban lehet vele farmolni, viszont a barcs várhat, a Clan War katonák fejlesztése nagyon fontos, és azok közül, és a legelső dolog, ha kettes a sárkányunk egyből, felhúzni 3-asra. Egyből mehet 3-asra a sárkány, ugyanis ha már van 3-as sárkányunk, akkor viszont még nincs földrengésünk, akkor már ilyen gyenge, közepes Town Hall 8-akat tudunk már 3 csillagot, jó, inkább gyengéket, sima 3-as sárkánnyal, és a sárkány az ugye elengedhetetlen, amit említettem, az OP sarja, ez a leggyorsabban kifejleszthető támadási stratégia TL8-on, szóval gyorsan fejlesztjük a sárkányt. Aztán egyből kell fejlesztenünk a Lightning Spell-t 5-össel, és ez 2 5-ös Lightning Spell is, egy földrengés szedi le a 6-os érdefenzet, a 4-es nem. Szóval sárkány után egyből Lightning Spell,
majd részpelfejlesztés 5-ösre, amivel ki is maxoljuk a részpelt, távol 80, ez egyetlen egy dolog, amit ki tudunk maxolni, ha jól emlékszem. Igen, szóval sárkány, lightning spell, részpel, ekközben biztos, hogy kész lesz a Dark Elixir-es Dark Spell Factory, szóval tudunk már OP Sharival támadni, és már van egy nagyon jó támadási stratégiánk. Igazániból, ha már van egy támadási stratégiánk, utána jöhet a barcs, tehát kifejlesztettük a Barbárt Hatchet, vagy esetleg ha valaki jobban szeret Giant-tel farmolni, tehát G-barcsal, vagy esetleg ugye Darkra megy, akkor még így a Barbár Hatchet együtt a Giant-et is húzza ki. Most ha már van egy darab támadási stratégiánk, akkor ugye jöhet a második, ami a hog. Tehát ezután egyből fejlesszük a 4-esre a hogot. A hog igazániból már 3-ason használható, de 4-esen igazániból jó. És a hognak ugye az elengedhetetlen kelléke, ugye a hog az egész sok Dark Elixirbe kerül, szóval ajánlom előtte kihúzni a Giantet és ajánlom a Dark Farmolós módszeremet, mert igazániból fontos a Hogrider, és tudni kell használni, és igazából a Town 8 az a szint először, ahol használjuk a Hogridert. És ha nem tudod használni, ugye nézd meg a videóimat, amiben bemutatom, hogy hogyan használjuk igazániból. De nagyon-nagyon sok War Recap videómban láthatjátok amúgy, hogy hogyan használjuk a Hogridert. És miután kész van a Hog, egyből mehet 5-ösre a Heal Spell, ugyanis a Heal Spell nagyon-nagyon fontos a Hogriderek mellé. Majd, ha kész van a Hog, akkor lehet néha szükség van Gohogra, szóval szerezzük meg a Gólevet. Egyszerre csak egy Dark Barakot fejlesztünk, hogy tudjunk közben vórozni, és hogyha nincs Barkingünk, ez nem akadályoz meg bennünket abban, hogy vórozunk, tehát Town 8-on folyamatosan lehet vórozni, és tényleg egyszerre csak egy Dark Barakot húzzatok, viszont szerint azt megéri felhúzni 4-esre, hogy ilyen legyen Gólemünk. Mert ilyen ritkán, de igazándiból használjuk majd. És annyit szeretnék még megemlíteni, hogy Walkerrel próbáltam támadásokat összehozni, nagyon-nagyon sokat terveztem, hogyan lesz és mint lesz, és olyan specifikus bázist, amivel, ami ellen jó a Walker. Nos, nem jó, tényleg jó a Walker, viszont nagyon-nagyon nehéz használni. És éppen ezért sem ajánlom igazából senkinek Town 8-on. Town 9-en. Nagyon-nagyon ajánlom, de az még egy picit odébb van. Szóval, hogyha megvan ezek a katonák, amiket fejlesztettünk, akkor igazából, hogyha valaki go-wipe-oznak, akkor természetesen fejleszte ki a go-wipe-ot, de inkább a sárkányt előbb, és inkább a hogot, és inkább a farmot, és utána lehet fejleszteni igazából fontos a wallbreaker, a wizard, amit igazából annyira nem használ, ezt max a go-wipe-nál meg donate-nak. A balont megéri kifejleszteni, és Town 9 nagyon fontos, Town 8-on nem használod, a goblint, aki azzal farmol, valamint hát igazából Walker-t, ha van elég Dark, megéri, Golemet, ha van elég Dark, megéri, Poison Spell-t és Földrengést megéri, de abban inkább csak a Poison-t. Minion-t én egyáltalán nem használok, úgyhogy még nem fejlesztettem 2-esről, majd szerintem a Földrengés után a Minion-t fogom fejleszteni, de ez majd elválik igazán, hogy hogyan és mind fogom ezt megcsinálni. És igazándiból minden, ami maradt, tehát hogy 4-4-4-4 Dark Elixir-en van, szóval igazániból a Town 8 az a Town Hall szint, ahol Elixirből sokkal kevesebb fejlesztés van, mint Goldból, tehát láthatjátok most is majdnem 6 millió Elixir-en van és csak 2 millió Goldom, szóval az Elixir-es fejlesztéseket simán tudjátok az összeset fejleszteni Town Hall 8-es szinten, a Darkosokra pedig hát oda már gyűjteni kell. Most de ennyit a támadásról. Jöhet igazániból a védekezés. És mint említettem már, nagyon-nagyon gyorsan és jól ki lehet fejleszteni a sárkányos stratégiát, éppen ezért támadnak legtöbbször sárkányon. És hogyan lehet védekezni a sárkányos támadások ellen? Nos, hát úgy, hogy fejlesztjük az érdefenzet 6-osra, miután kiúztuk az épületeket arra a szintre, amire nekünk szükség van, egyből húzzátok az air defense-eket, ugyanis ez Clan Warban megvéd tőletek attól, hogy 3 csillagozzanak sárkánnyal egyszerűen. Ugyanis a sárkány a leguniverzálisabb, a leghasználtabb és az egyik legjobb stratégia Town 8-on. Úgyhogy nagyon-nagyon sokan támadnak ezzel, úgyhogy igazániból az air defense-eket fejlesztétek. Miután fejlesztétek az air defense-eket, jöhetnek a Wizard távörök, aminek egy területi sebzése van, és ugye hát ezeken két szintet lehet húzni, tehát mint említettem, 4-esről 6-osra.
Szóval ezzel elleztek egy darabig, viszont akkor kész lesz a 6-os Wizard Tower. Igazából ez Hugok ellen is jó, Barcs ellen is jó, tehát hogy minden ellen jó igazándiból, de ez a kettő stratégia ellen a legjobb. Aztán ha megvannak a Wizard tornyok, tehát ugye a varázsló tornyok inkább, akkor már jöhetek a mortárok, amik szintén a farm bázisunkat erősítik, ugyanis már régivel annyira nem tudnak beverni, szóval ne is lopják el annyira igazániból a nyersanyagot, úgyhogy jöhet a mortár. Mortárok után igazániból jöhet a Tesla, amit nagyon sokan a végére hagynak, viszont ha megnézitek egy 6-os Tesla, 75-öt sebez másodpercenként, mint mondjuk egy Archer Tower, ami csak 65-öt. Az Archer Tower is nagyon erős, de a Tesla sokkal gyorsabb és sokkal kisebb helyet foglal, és nem tudja, hogy hol van az ellenség. Szóval Mortar után Tesla, majd Archer Tower, mivel ugye azt tud a légit is lőni, majd végül Cannon. És hát két dolgot hagytam ki, vagy illetve több dolgot is, a falakat, amiket igazániból közben fejlesztétek, tehát nem tudom, van egy építőtök, összegyűjtötök 2,5 milliót egy fejlesztésre, és van mondjuk, illetve 2,5 millióba kell a fejlesztés, van 6 milliótok, úgyhogy ezt a 3,5 milliót elköltitek falra, 2,5 milliót pedig a fejlesztésre, szóval így éri meg falazni, viszont hogyha nem fejlesztetted ki az összes faladat 8-asra, defense fejlesztés közben, akkor utána megéri falazni, ugyanis 8-as fal az nagyon-nagyon fontos, Town Hall 8-on nagyon-nagyon jó, Town Hall 9-re 7-es fallal lépni óriási hiba, tényleg, viszont 9-es falta már tudjuk majd TL9-re elixirre fejleszteni a falakat, ami nagy megkönnyebbülés sokak számára. Szóval falakat fejlesztitek közben, vagy a végén falazatok, trappeket is igazániból fejlesztitek közben, a 3-as Giant Bomb nagyon-nagyon jó a Hog Rider ellen, érmánynak fejlesztése ugye jók a sárkányok ellen, a Sinking érmányokat nem tudjuk fejleszteni, hol vannak, szóval azokat csak le tudjuk rapni, de igazából a sima érmányokat fejlesztitek, de először a Giant Bombokat, és ez igazániból azt hiszem maximum egy ilyen nap, de inkább ilyen 6 órák, szóval hogyha nagyon-nagyon sokat tudunk játszani, 6 óra múlvára össze tudunk gyűjteni jó sok nyersanyagot, akkor fejlesztünk egy ilyen bombát, vagy egy giant bombot, és akkor utána egyből jöhet a következő fejlesztés. Igen, és nagyon fontos még, amit érdemes a Town Hall fejlesztés után hamar fejleszteni, ez a Clan Kastély, ami azért jó, mert 5-tel több egységet tudunk menni tárolni, nem 20-at, hanem 25-öt, esetlegesen elfér benne egy sárkány egy balunnal, valamint 5 darab Hog Rider, valamint esetleg Go Vibe-hoz egy maxos pekka. Szóval nagyon-nagyon fontos, hogy fejlesszük a Clan Kastélyt is. Ugye az emlékempeket sajnos nem tudjuk, csak ugye 6-os szintre felhúzni az összeset. Ha esetleg nem 6-os szint, akkor tényleg fejlesztétek. És végül nem utolsó sorban lehet, azt hiszem, TL7-en még nem, de TL8-on már biztos 12-esre a kollektorokat azt húzzátok ki igazániból, mert azok nagyon-nagyon sok nyerségot termelnek. Láthatjátok, hogy 3500 per óra, ami nagyon-nagyon jó kis összeg. És igazániból ennyi lett volna ez a videó. Remélem, hogy tudtam nektek segíteni. És köszönöm szépen, hogy megnéztek ezt a videót. Én ennyi lettem volna most. Sziasztok! Around.